Sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszönjük, hogy elfogadták a Magyar Szocialista Párt jelölt bemutató sajtótájékoztatójára meghívót. Külön köszöntöm Kunhalmi Ágnest, az MSZP társelnökét, és dr. Varga László országgyűlési képviselő urat. Mindjárt tudjuk, hogy kormányváltásra van szükség. Az itt élők, a Miskolcon élők ezt a saját bőrükön érzik. Minden nap megtapasztaljuk, hogy ez a kormány csak elvesz tőlünk. Adni nem akar. A miskolciakat másodrendűnek és másodosztályúnak nézi. Ezt nem tűrhetjük tovább, ezért változásra van szükség. És hogy mi erre a változásra hogyan készülünk, erről fog beszélni Kunhalmi Ágnes társelnök. Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek Miskolcon. Nekem is a szívem csücske egy kicsit ez a hely, ez a város és a térség is, és sokat is járok ide, hiszen Varga László képviselőtársammal az országgyűlésben aktívan foglalkozunk Kelet-Magyarország sorsával, többek között Miskolcéval is. Nagyon sok lehetőségtől esik el azért ez a város, mert a kormány mostoha gyerekként kezeli Miskolcot, sokszor hozza bizony megalázó helyzetbe. Ahogy az előttem szóló elmondta, bizony Miskolc már váltani akart, az önkormányzati választásokon leváltotta az előző politikai fideszes garnitúrát, és ezt meg kell ismételni 2022-ben, egy év múlva az országgyűlési választásokon is. Megtörtént a demokratikus ellenzék teljes körű összefogása, és most egy olyan előválasztásra készülünk ősszel, ahol az önök, a választók segítségével megmondhatjuk azt, hogy ki álljon minden körzetben, és itt Miskolcon is a fideszes jelölttel szemben. Az az örömteli hírem, hogy az MSZP és a Párbeszéd együtt szövetségben Varga Lászlót jelöli Miskolcon az előválasztáson. László már bizonyított, legutóbb is nagyon picin múlott, éppen hogy nem volt teljes összefogás, csak ezért nem tudta egyéniben megnyerni, de egy hajszál választotta el. Bíznak a miskolciak benne, töretlen a népszerűsége, töretlen a lendülete, az agilitása és az a mély elszántság, ami a térséghez köti, és a térségben élő emberek élete iránt és életeiért való elköteleződés, ez nagyon mély Lászlóban. Én azt hiszem, hogy az a zöld, szociális Magyarország, az a demokratikus program, amit az MSZP és a Párbeszéd ajánl, az többről szól, mintsem, hogy látványberuházások legyenek. Az Európai Uniós forrásokat az emberekre kellene költeni, a nemzeti forrásokat is az emberekre kellene költeni, nem nagy beruházásokra önmagában, nem az oligarchákra, és nem látványberuházásokra. Alapvetően a mi hozzáállásunk a politikához, a politika középpontjába az embereknek kellene lennie. Erről szól a mi szociális zöld programunk. Az emberbe való befektetés, az hozhatja el Kelet-Magyarországon azt a fejlődést, azt az új munkahelyteremtő és szociális programot, amiben mi mélyen hiszünk. De arról, hogy egyébként mit gondol László, a térségről, a szeretett városáról, megyéjéről és az egész kelet-magyarországi térségről, arról beszéljen ő, hiszen ő a leginkább tudója ennek. Jó napot kívánok, köszöntök én is mindenkit ezen a mai sajtótájékoztatón. Én azt gondolom, hogy 11 év kormányzás az már alkalmas arra, hogy számot vessünk, hogy mit hozott ez a 11 év itt a térségben és különösen Miskolcon. Én azt látom, hogy ha a kormány, a Fidesz kormány választhatott a térség nagyvárosai között, mondjuk egy nagy beruházás, egy fejlesztés kapcsán, mondjuk egy autógyár letelepítése kapcsán, akkor sosem Miskolcot választotta. Jól látszik, hogy a térség más nagyvárosait előszeretettel támogatta, a Miskolc valahogy bántóan kimaradt mindig ebből a sorból. A kormány ennél kisebb súlyú fejlesztésekről, egyéb fejlesztésekről beszél csupán, de elmondható az is, hogy ami jön kormányzati közreműködésen Miskolcra, azok is szinte kivétel nélkül Európai Uniós segítséggel valósulnak meg, Európai Uniós forrásból valósulnak meg, ezért elmondható, hogy ezek járnak a miskolciaknak. Hiszen az ország negyedik városáról beszélünk, egy nagyvárosról, amely nem könyöradományra szorul, hanem jogos jussát várja, olyan forrásokat, amelyből fejlődni tud, amelyből előre tud haladni. Hát, hogyha a harmadik szempontot nézünk, azok a mindennapok, a működés, a városüzemeltetés, az, hogy jól menjenek a dolgaink. Hát ebben azt látjuk, hogy másfél éve
2019. októberében a miskolciak azt mondták, hogy elég volt abból, ami a városban zajlik, és új városvezetést választott az ellenzéki pártok támogatásával, és azt gondolom, hogy nagy elszánással vágott bele mindenki a munkába. Mégis azt látjuk, hogy ebben a másfél évben a kormány nemhogy segített volna egy nehéz helyzetben került városon, amelynek nőttek a terhei, például a koronavírus járvány elleni védekezés kapcsán, nemhogy segített volna a kormány, hanem elvett forrásokat, és jelentős forrásokat. Elvette a gépjárműadót, elvette a tömegközlekedés állami támogatását, nem csoda, hogy ilyen állapotban van az MVK, elvette az iparűzési adó egy jelentős részét, és egyéb forrásokat is elvont. Ez a hétköznapokból hiányzik, ez a példanélküli hadjárat az ellenzéki vezetésű önkormányzatok ellen, így a miskolciak ellen is, ez ahhoz vezet, hogy bizony nagyon komoly források hiányoznak a hétköznapokban a szolgáltatásokból. Összefoglalva tehát a kormány az elmúlt 11 évben másodosztályú városként tekintett Miskolcra, és másodosztályú állampolgárként a miskolciakra. Ez tűrhetetlen. Változtatni kell, vissza kell adni ennek a városnak és a térségnek a méltó rangját. Újra első osztályúvá kell tenni ezt a térséget és ezt a várost. Én ezért fogok dolgozni, ezért fogok küzdeni. Emlékezhetnek rá, hogy 2014-ben Borsod 2-es választókerületben, tehát itt Miskolcon és még öt település tartozik ide, Varbó, Parasznya, Radostyán, Sajó Lászlófalva és Sajó Bábony, sikerült győznöm egy olyan háromosztatú térben, ahol még nem volt teljes ellenzéki összefogás. És valóban, ha teljes ellenzéki összefogás lett volna 18 tavaszán az országgyűlési választáson, akkor jó eséllyel nyerhettem volna. Az, hogy a kormány másodosztályúként tekint az itt élőkre és az itteni településekre, az nagyon is azért van, mert a fideszes képviselők ehhez asszisztálnak. Szerintem nem olyan képviselőkre van szükség egyéniben az országgyűlésben, akik asszisztálnak az ilyen szörnyű folyamatokhoz, hanem olyanokra van szükség, akik majd megadják a méltó rangját ennek a térségnek. Én itt születtem, itt jártam az iskoláimat, itt éltem, itt tettem mindent, itt dolgoztam önökért, az itt élőkért, és ezután is így lesz. Én felkészültem arra, hogy azt a sokrétű kapcsolatrendszert, amit az elmúlt években kiépítettem az ellenzéki pártok, ellenzéki politikusok tekintetében, azt egy új kormány esetében latba vessem Miskolcért és a miskolciakért és a megyéért. Erre készülök, és ezért kérem az itt élők bizalmát, ezért szeretnék újra Borsod 2-es számú választókerületében országgyűlési képviselő, egyéni országgyűlési képviselő lenni. A következő egy évben ezért fogok küzdeni, és azt követő 4 évben pedig bizonyítani fogjuk a csapattal együtt és a többi támogatóval együtt, hogy ebből a térségből újra egy sikeres első osztályú térséget tudunk majd együtt csinálni.